A fekete tengeri humanitárius folyosón keresztül már 10 millió tonna gabonát és egyéb terméket szállítottak Ukrajnából a világ több pontjára. Jelentette ki Antonio Guterres ENSZ főtitkár, számolt be az Ukrinform. Minden akadály ellenére a kezdeményezés működik, mondta a főtitkár. A gabonexport kapcsán Guterres elmondta, hogy két prioritás van a jövőre nézve. Ez magának a megállapodásban foglaltatnak a folytatása és teljes körű végrehajtása, valamint az orosz műtrágya exportja. A főtitkár hozzátette, az ENSZ is hozzájárult ahhoz, hogy Oroszország nem lépett ki a Fekete-tengeri Gabona szóló megállapodásból.